Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt az Arcraft egy újabb része. És hát próbálj meg visszaszerezni a cuccainkat. Vagy sikerül, vagy nem. Ugye attól a fantasztikus, hát nem is tudom milyen, nem tudtuk még a nevét sajnos elolvasni, mert hamarabb bölt meg minket. De valami sárkányszerű lénytől, és az is kiderült, hogy mégis egy blokkon át tudsz szaladni. Valamint, hogy egy blokkon keresztül átfér. Úgyhogy ez abszolút nem jó hír számunkra. Cuccaink az itt van. És ő pedig ott van. Oké. Okay. Zsír. Jó, ez egész könnyen ment. Kardot szeretném mi hamarabb felvenni. Jó. 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 Oké. Okay. Oké. Okay. Zsír. Nice, good, yay, oké. Okay. Szóval, van egy fejünk, meg van két szintünk, a többi az sajnos elveszett az idők során. Van még pár darab fákjánk, bár hogy nézem, a többsége elveszett. Na, nem baj. Itt van egy chest, ami így ég. Oké, okay. Ne foglalkozzatok ilyen apró dolgokkal. Oké, okay, ez nem volt a tervben, nem volt a tervben, nem volt a tervben, nem volt a tervben, bassza meg. Ez se volt a tervben. Hagyjál engem békében. Basszus, hogy élek ilyen sokáig? Hál' Istennek már. Nem sose lesz vége. Szóval egész jól haladtunk az előző részben a dungeon elfoglalásával. Erre most. Csak ebben a részben kétszer vagy egyszer meghaltunk. Egy percen belül. Szerintem ez rekord, nem? És egyre undorítóbb lények támadnak meg minket. Na, csak kijutunk egyszer, nem? Oké, okay, meghalt ő is. Jó. Oké. Okay. Vegyük fel a cuccainkat, én a mondó vagyok. Mert ez így semmi jóhoz nem vezet. Ezt a pár darab szintemet nem akarom elkölteni, mert egyet valahogy össze kéne farmolni. Nem tudom, valahogyan. Ennyi cuccunk volt csak? Ennyi. Valahogy össze kéne farmolni azhoz, hogy az Iron Sword-ot tudjuk használni, azt hiszem az 7-es szint kell, de mindjárt meg lehet csak kolom, amint felérek. Szóval gyorsan valahogy meg kéne szereznünk azt a 7-es szintet, ami az lehet, hogy el kéne mennünk bányászni simán szenet. Azt hiszem már, hogy az a legjobb, amilyen tudunk aludni zsír. Hát egy párszor haltunk. Szóval, hogy... És miért level 2 minden? Na mindegy. Értitek? Ez meg így nem fog működni. Na mindegy. Belekavarodok a saját mondandóba, ne foglalkozzatok vele. Csak a szokásos. Jó, én azt mondom, hogy viszünk magunkkal ezt, meg ezt, és hogy az szint kell ahhoz, hogy fejlődjünk? 7-es. Tehát valahogyan még össze kéne szednünk pár darab szintet ilyenekkel, hogy ilyen olyan lényeket ölök, amik nem bántanak. Nem ütnek vissza. Kitől, mint bárány például. Kitől minden anyakam vajon? Ezt muszáj lepróbálni. Nem, jó. Legalább a Minecraft-nak ezen logikája működik. Vasat már tudunk bányászni, ez viszont király, mert akkor azt is ki tudom égetni. Jó, akkor tehát most már van szintem az, hogy kiüssem a vasat. Jó tudni, mert hogy az ugye, ha kiégetem, az plusz XP. Ha bárány ad húst, nem tudom, hogy ad-e húst, akkor ha azt ugye kiégetem, megint csak szint. Ezeket bányászni, megint csak szint. Így is van. Azt hiszem, itt szenvedtem legutóbb, oké, okay, ez itt egy egész barátságosnak tűnő. Hát, bánya. Majd mindjárt kiderül, mi támad meg minket azonnal. Ezzel így, ha ezeket kibányászom szépen, és kiégetjük, plusz azokat a szeneket, akkor már lesz elég szintünk ahhoz, hogy használhassuk a vaskardot. És akkor gondolom 7-es defense kellene ahhoz, hogy használjam a vas cuccokat is, mint tehát felvenni dolgokat. Ez kicsit ilyen szenvedősnek tűnik, de szerintem meg lesz hamar. Továbbá itt szeretném megjegyezni, hogy a kedves nézőm csinált egy egyedi mockpacket, csak arra. Jó, nem csak nekem, vagy hogy mondjam, de hogy meghívott arra, hogy teszteljem ilyen beta tesztként. Ami lényegében arról szól, hogy szerintem még ennél is durvábbra csinálta így, ahogy legalábbis a DC-t olvastam. Ó, bazd meg, de megijedtem, te jó Isten! Itt halunk meg.
utálom ezt a modpacket. Utálom ezt a modpacket. Gyűlölöm. Legszívesebben amúgy én kilépnék, letörölném az egészet a picsába. Majdnem megvolt a level 7. Erre egy rohadt, mit tudom én, mi az Isten megöl minket. Repülő szén, bazeg. Nem hiszem el. Esküszöm, nem hiszem el. Elnézést kérem. Hogy én hogy utálom ezt a rohadt modpacket, basszus. De tudtam, hogy valami biztos, hogy meg fog szopatni. Nem hiszem el, egyszerűen. Repülő szén, bazd meg. Én ilyenre még a világon nem hallottam. Elnézést. Komolyan, de ezektől olyan cringe-et kapok. Az ilyen moboktól. Már rohadt szelet se lehet bányászni basszus anélkül, hogy ne öljön meg a szén. Hol de gyűlölöm. Remélem a másik botpack is tele van ilyenekkel. Úgy szeretek szívni, srácok. Úgy imádom. Nem is tudom. Nem is értem ilyenkor. Mondom, hogy extra sem kilépnék. Nem baj. Level 6. Mindjárt meg lesz a level 7, hogy tudjuk használni. A kedves... kardunkat, amivel ugyanúgy meg fognak minket ölni. Biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy megrépel az összes létező szörny majd. De legalább elmondható, hogy használhatom. Ú, ez de kiégetős volt most. Te jó ég. Oké, level 6. Húzok is innen a francba. Szóval az egy szintet összeszedem azzal, hogy kiégetem a vasat. Még bárányt mondjuk öltek éppen. Oké. Rohadtul, hagyjál engem békén. Bárányt sem tudok ölni, mert egy szkelet van, aki valamiért úgy döntött, hogy ő nem hal meg nappal. Fejbe lőtt. Remélem, itt már nem bánt, és akkor gyorsan megvesz. Oké. Oké. Mindjárt. Oké. Nagyon jó. Ha előre félek, mi fog, mit tudom, madár elkap, elvisz. Oké, meg vagyunk. A jó égnek. Na jó van, srácok most. Sokkal több esélyünk van, mint eddig. Tudunk használni vaskardot. A HP-ink nem lett több, de vaskardunk már van. Meg egy csomó szenünk. Szóval, tök jó. Mehetünk vissza. Lentre. Ezeket pedig mindegy nyomom izére, defense-re. Ötös lesz a következő defense. Úgyhogy... úgyhogy még úgy látom bányászni kell. Mindjárt megnézzük, hogy egyébként mennyi az, hogy a vasot felvegyem. A vas cuccokat magamra. Kimegyek felé, vagy fel, kimegyek, felmegyek, kiégetem a vasat. Megnézzük, az mennyi XP-t ad. Csak kell, akkor még ahhoz, ahhoz még farmolunk. Látok szenet, azokat természetesen kiütöm. Remélve, hogy nem fog még egy ilyen, mit tudom én, mi az Isten beszpónolni, mint az előbb. Nem tudom, erre volt valami előjel, majd visszanézem, de... ó, basszátok meg. Mármint, hogy... na jó, hát mindegy, már az összes videómat letiltják. Az előző részben is káromkodtam, meg most is. Kivághatnám, de az nem őszinte. Sajnos szoktam káromkodni. Ha valaki nézi a streamjeimet, akkor csébe még többet. Ez van. Oké, okay. Ez így megvan, én addig hűsülök. Ja, úgyhogy Mizu. Azért az durva, hogy beadja az animációt, hogy értitek, itt lebegek az egy fokos vízbe. De mindegy. De még túl meleg van, hogy lecsapok pár fákját innen. Túl meleget csinál, elég egy, ami így, értitek. Ad nekünk fényt. Oké, okay, level 3. Level 5-nél, azt hiszem, level 5. A... ugye? Level 5 a defense, most letesztelem egyébként az elméletemet, de... így van, sem végre tudok ütni vaskal. Ütni tudok. Védekezni még nem. Mert az 8-as. 8-astól fog tudni védekezni. Király. Mindegy, ütni már tudunk. Ezzel már nem tudok védekezni. Na most már jelentsek, mert lehet, hogy egyébként még egy szint kell. Megpróbálom őt megvárni, ha hagyja a játék. Nem adja. Akkor megverem így, mert ő nem jut vissza. Oké. Okay. Ezek ilyen... minek mondják ezt? Hát mint a bárány. Nem bánt.
Jó, akkor még egy szint kell, akkor a level 7 az ilyen korai öröm volt, az ajtókat még mindig be kéne zárnom. Jó, az level 5 felvitt minket. Oké. Oké, akkor hát nincs most a srácok, akkor valószínűleg megyek még farmolni egy kis XP-t, de azt már igazából ki is válhatom. Na hát meg is vagyunk, azért állítottam meg a játékot, mert nem vagyok benne biztos, hogy még megnyom az F8-ot, vagy az F9-et, amivel bekapcsolom a rögzítés gombot, nem emel meg minket valami. De a lényeg, hogy meg vagyunk. Szóval most már elmehetek, így van, tudom használni a kardot. Itt egy ilyen városnak tűnő dolog, de annyi cucc van nálunk, relatíve sok cucc, úgyhogy nem szívesen kockáztatnám. Úgyhogy amikor így találkozok még entitásokat, ezt így legyapom, de azért érzitek mennyivel könnyebb ölni dolgokat. Szépen hazamegyünk, az ott egy kút, ami eddig nem volt ott, úgyhogy remélem ez is valami szivatás a játék részéről, de mindjárt megnézzük. Remélem ebben is lakik valaki. Hál' Istennek nem. Kicsit féltem, hogy valami kinyúl értünk, de nem így lett. Menjünk haza, szépen alszunk, közben szomjan halunk természetesen. Hát csak a szokásos. És bízunk benne, hogy túléljük az éjszakát, mert hogy ugye már az sem biztos semmi. Semmi sem biztos. És jelentkezzen az, aki tudta, hogy még a láma is tud minket sebezni. Le tud minket köpni, mint kiderült időközben. És abszolút nem tartom okos ötletnek, de hogy egyébként engem vonz a kalandvágy. Most miért nem tudok futni, mert már szomjas vagyok meg ilyes. Szóval engem vonz a kalandvágy, én nagyon szívesen elmennék a Netherbe, mert hogy van rá lehetőségünk ott, de hát nyilván nem szabad. Vagyis, hogy értitek, nem tanácsos, de miért ne? Úgyhogy lehet, hogy a következő részek valamelyik évben így a közeljövőben fogjuk, és elmegyünk a Netherbe, mert hát, tudjátok, szeretem magamat szivatni. Az itt lévő szörnyeket sem tudom semmilyen szinten megölni. De hogy végül is miért is ne? Mennék és öletném meg magam a Netherben lévő, még rondább, még csúnyább szörnyekkel, amik gondolom még inkább az életemre törnek, de hogy így értitek. Amit most fogok csinálni, az kéne, hogy csinálok magamnak chesteket még. Mert valahol volt egy, de nem tudom, hogy hol tettem. Itt van. Csak egy chestet, amiből csak kaját fogok tárolni. Így. Jó, szépen megeszem. És elmetek van valahol üvegcsém, amiből meg tudok inni. Így van. Egyszer. Még egyszer. Még egyszer. Nem tudom, hogy egyébként a elmetek faszán megcsinált most egyébként várjátok csak. Aha, tehát nem elég, hogy várjátok csak. Tehát van itt egy vízünk, amit ugye én égettem ki korábban. És ezt ki kell égetnem még egyszer? Aha. Hát ez itt sok mindenre magyarázatot ad, csak akkor én nem értettem valamit. Abból, amit a néző mondott, de mindegy. Megnézem, hogy tudok-e a meglévő vas dolgainkból, mondjuk egy cipőt, ahhoz kell talán a legkevesebb felvenni. Tehát gondolom nem. 8-as defense kell hozzá. 8-as defense, basszus. Jó volt a tippem, és szomorú vagyok, hogy jó volt a tippem. Őszintén szóval. De tudunk csinálni magunknak őt tojást, vagy sült tojást. Oké. Tehát, amiket eddig tudunk, az az, hogy mindenhez is 8-as szint kell ahhoz, hogy legyen értelme. Igen, itt látszik is. Úgyhogy most arra kéne rámenni, hogy meglegyen a defenseből a 8-as. Úgyhogy rengeteg farmolás vár rám, amit nem igazából vagyok bennem biztos, hogy ebben a részben meg kellene csinálnom, de hogy egyébként melyik részben csinálnám meg. Szóval most ilyen álmodok egy nagyot. Valóban lett egy főtt tojás, egy sült tojásom. Álmodok egy nagyot, és elméletileg van vasunk, így van, több is, mint kellene. Valahol bizonyára van flintünk, és ilyen valami rohadt őrült módon, amit nem tudok megmagyarázni, hogy miért. Fogjuk, és ebben a részben elmegyünk a Netherbe. Hogy miért? Miért ne? Ezek a lények már megöltek minket annyiszor. Miért ne adnánk esélyt a Netherben lévő szörnyeknek is? Úgyhogy be right back, srácok. Kicsit megölünk pár entitást ideként, kifarmoljuk a 8-as szintet, és yeah, let's go. Na hát most sokan úgy érezhetik majd a nézők között, mint a régi horrorfilmek közben így, amit itt mutattak, hogy ne menj be oda. Szóval, hogy így nem, tudom, tehát biztos vagyok benne, hogy nem kellene bemennem a Netherbe, de miért nem mennék be? Miért is ne? Miért is ne tenném meg?
Elvetek van egy cipünk valahol, ugye? Így van. Így is van. Szépen csinál magunk egy mellényt. Egyébként bányászással a legkönnyebb fejlődni, ezt igaza volt a nézőmnek, aki azt mondta. Jó. Jó. Szerintem jók vagyunk. Van kaját, viszünk magunkkal még kaját. Viszünk magunkkal építeni valót, amiből nincs sok, de nem baj. Viszünk magunkkal. És viszünk vizet. Nagyon jó, ezt kirakom ide. És itt akkor nézzük meg a kedves, vagy nem annyira kedves, Nethert. Ami pedig, ha minden igaz, hát ez rohadt jó kérdés. Talán erre van? És vannak kétségeim, de valahol egyszer megtaláltuk. Többször is megtaláltam igazából, azt hiszem kétszer is. Jó, hát megnézzük. Talán erre van. Reményem szerint legalábbis. Aha, nézd csak itt egy kobold. Sziasztok! Így is van, itt is van. Tudtam, hogy nincs messze. Az, hogy miért van vízbe zárva, az bizonyára jó oka van, de minket ezt nem tántorít el. Ide már valahol egyszer beástjuk magunkat talán, nem? Úgy emlékszem, hogy igen, mert valami volt az aján, ami meg is ölt. Talán, vagy ez egy tök másik ugyanilyen volt. Na mindegy. Nincs jelentősége. Na Mizu! Hello there! Na, eddig nem volt melegem? Na, mondjuk erre nem számítottam, hogy itt ki fog gyulladni. Kb. Instant. Na mindegy, itt vagyunk. Itt van Netherben. Viszünk is gyorsan Netherwerpet. Vannak ilyen dolgok. Oké, okay. Eddig tartott a jólétünk. Viszünk magunkkal még Netherwerpet. És majd meglátjuk, hogy mi az Isten nem fogjuk tudni magunkat lehűteni. Gyorsan hazamegyünk. Oké. Okay. És akkor elmondhatom magamról, hogy túléltem a Nethert. Szerintem azért van itt víz, hogy instant tudjak hűteni magamat. Bár úgy látom már igazából késő. Hol a kiárat itt van? Meg ne fulladjál. Meg ne fulladjál. Oh, sír. Kicsit még belállunk a vízbe. Lehűlünk szépen. Na jó, srácok. Van Netherünk, Soul Sandünk, meg Nether Warp. Miért tudtok beszpannolni 5 centi lávába? Ó, oh, basszus, hogy azt hittem, hogy egy kicsit többet sebzek. Ó, oh. Oké, okay. Uti, víz. Jó. Vizu, tesi! Mondom, te is felgyújtasz, mi? Hello? Lob... Úristen, mi az ég vagy te? Aha. Biztos sok XP-t adsz, igaz? Aha. Ó, erre nem számítottam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam arra, hogy nem hogy felgyújt, de hogy konkrétan lábát köp rám, és nem tudok elmenni belőle. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy erre számítottam. De legalább a vasszettünk is valószínűleg oda lett, mert hogy a lávában elég minden, gondolom, itt is, mint oly sok más játékban és a Minecraftban is. Au. Tehát elmondható, hogy én kimondottan keresem a bajt, nem? Tehát, hogy így, hogy a kommentelők így gondolkoznak, hogy de ezt Anonymous, de ezt miért? Nem tudom. Miért ne? Oké, okay, egy újabb lávás lény, de legalább a cuccaim megvannak. Látszólag. Oké, okay. Felvesszük. Eltűnt a, ezért egyébként a láva szörnyel együtt a láva is. Vagy a másik válaszom az lenne, hogy mert nem vagyok normális. De legalább nem tudtak el a cuccaink, kivéve a sisakomat. De lehet, hogy... Au, ez most nem tudom mi. Ja, már megint te.
Szóval, nektek csak a sisakon bánt ezt az előző történetet, de lehet, hogy azt se, csak nem látom most így hirtelen, hogy hol van. Úgy tűnik, hogy ja, a sisakon bánta így első körül, azt mondanám. Legalábbis így látni nem látom sehol. Ha csak az ott, az nem az. De az nem az. De itt van. Ez az a sisakon volt. Jó. Fogsa. Megvan mindenünk lényegében, szóval nem buktunk semmit. Az ott egy zöld sárkány így. Csak úgy. Úgy ott van magának. Amit még meg akarok nézni, az a, ezek a lények mit tudnak. Baromi rémisztőek, ijesztők és csúnyák, de lehet, hogy egyébként nem bántara. Hello. Sziasztok, fiúk. Bántatok? Kicsit úgy tűnik, mintha agróznátok, csak valami rohadt lassan. Jól látom a helyzetet? Bántatok? Aha, bántatok, csak nem vagytok túl ügyesek. XP farmnak jók vagytok. Hello there. Jó, XP farmnak tökéletesek. XP farmnak tökéletesek, és még kaját is adnak. Zsír! Azért ez így vasszedben már annyira nem overkill ez a game. Mármint, hogy nyilván de. De hogy így lehetne rosszabb is. Hello? Oké, két ütésből meghaltok. Ez a csörgők így jó hang, ez nem tetszik viszont. Nem tudom ki adja ki ezt, ti adjátok ki ezt a hangot, ezt a csörgők így jó hangot. Hát egy város, de az... Oké. Okay. Azt már meg sem mondom, hogy most akartam az XP-re rakni, de mindegy, nem fontos. Azért a játékról kár volt azt mondani, hogy nem overkill. Most viszont lehet, hogy itt tényleg elvesztek az utcáink, mert a lávában nem veszette az előbb, de... Ez most a tűz volt. Na mindjárt kiderül. Egyébként egy sárkány vágott minket nagyon, ha valakiben lennének kérdések. Az a sárkány, ami ott rebegett fent, az konkrétan onnan felülről így... Egy ütésből, vagy így egy lövésből, vagy nem is tudom mire hívjam. Így megölt mindent a környékünkön, úgyhogy elmondható, hogy a sárkány lát és nem szeret minket. De ugye azt már tudtuk, hogy nem szeret minket, mert az előző falut ő rombolta le, de arra nem számítottam, hogy ő egy ilyet így ránk fog köpni. Most nem tudom, megint beagrózott-e, megpróbálom az utcainkat rohadt gyorsan összeszedni és eltűnni innen a francba. Mert ez így nem pár. Vagy ott maradnak a cuccaink, ahol voltak. Legyen ez az opció. Jó srácok, majd valami lesz. Nem olyan fontosak nekünk azok a cuccok. Úgyhogy, ha tetszett, akkor lájkolj, szubszkrájbolj. A következő részben pedig remélhetőleg találkozunk. Sziasztok!